Figyelem, mostantól olyan ordibálást fogtok hallani, hogy szerintem lehalkítanám. Ja, szóval... Na, sziasztok, srácok! Én Dani vagyok, és itt vagyunk egy következő videóban! Levertem majdnem a izét. Na jó, srácok, itt vagyunk egy következő videóban! Ahol most nem más lesz! Mit ismételten itt vagyunk egy Minecraft cuccba, és ja, izgalmas dolgok lesznek. Viszont, elsősorban, srácok, tájtok ki, hogy hol van kis. Hol lehet kis? Mögöttem? Hát nem. Itt esetleg ez mögött nem. Vajon hol van kis? Valaki meg tudja mondani? Vajon hol van? Hát, akik arra szavaztak, hogy lent... Ja, amúgy nincs is itt amúgy, de hogyha valaki esetleg arra szavazott, hogy ott lent, akkor az úgy gyertja. De ki szavazott el? Hát nem tudom. Na minden srácok! Hát, vissza is bújjak. Jól van, igen, mennyi? Nem érdekel senkit, ja. Nem amúgy. Na szóval srácok, hogy amúgy tetszeni fog nektek ez a videó, akkor mindenféleképp dobjatok, akkor már most egy lájkot a videóra, meg ilyenek. És hát ja, nagyon-nagyon fontos, nyom meg azt a lájkot, hasonj rá, üsvek, minden, fejétek, megmutatom, hogy bám, így rá. Az ember 99%-a nem tudja nyelvvel lájkolni. Igen, és amúgy iratkozzatok is fel a csatornára, ez is nagyon fontos. Na jó, van, igen, folytassuk, kis, gyere már kifele. Hát mit csinálsz ott lent? Állj már meg. Nem. Szépen azt rak vissza, mert az ilyen búvó hely. Az ott szépen ott, senki nem tudhat róla. Na, szóval, kezdjünk is akkor bele a szokásos Minecraft napunkba, ami igazából most egy kicsikét így igazából unalmas, mert csak tévézni fogunk. Ja. Szóval, kis, nem tudom, ülj be, mellénk, azt nézzük. Ki van napot. Itt? Ki van napot. Itt? Napot. Hello. Nem lehetek, Pizzát? Igen. Nem, de ha már itt van, akkor ideadhatja. De nem is adott a pizzát, mi van? Vagy hát a pizza étteremből kaptam a hívást, hogy ki kell hoznom ezeket. Kis, ez szerintem ez pizza magának? Vagy ez mi? Hát, jó, hogy vágyad, Dani. Ez egy pufi hal. Nem tudom, miért rendeltél ilyet. Mi nem rendeltünk ilyet, hölgyem uram, nem tudom, igen, hölgyem. De hát pedig ki kell fizetniük. Mi van? Mi? Miért? Hát de nem mi rendeltünk! Nem mondtam, hogy ki kell hoznom, szóval fizessék ki. Nem! Hát, de. Nem! Nem! Ha nem fizeti ki, akár a házukat is elveszíteti. Mi ne. Van? Mi? Jó, kis, inkább jó, kifizetem, jó, oké, itt van a tartalék. Jani, ne dőj már be, ez hülyeség! Jó, de most nem tudok mit csinálni. Nem tudok mit csinálni, na, mennyi arany lesz? Mennyi arany lesz? Na, ennyi valami drága, léci. 5? Jó, 1, 2, 3, 4-et kapsz, azt ennyi, aztán húzza az innen. Azért az a fennél, az sok. Amúgy, ja. Jó van. Ennyi innen. Csá. Nem úgy, hogy elfogadta, hogy 4, ha? Noob. Na jó van. Visszarakom szépen a money-t, azt csá. Jó van, kaptunk... Ne, kis, az én pénzem, az a tartalékaink! Aha. 4 bot lesz majd holnap, mármint... Jó van, na. Inkább ne nyúljál hozzá, jó van? Inkább ezt kóstold meg egy kicsit. Mi? Mondom, ezt... Nézd meg! Jó, te ágyadba megy a pufi alláta! Ne! Ne! Nem hiszem el! Na miért adtak nekünk amúgy ilyet? Ha ez kiosza és miért osztom, itt ledobom ide? Nem kell, fúj. Nem érdekel. Na, szépen... Ha Istenem kis... De nem azt kell csinálni, nézd! Mi a... Már megint tudtam. Igen? Megnyilvántak, hogy ki kell hoznom a rendelést. Pontosan ide. Na, persze, és ez szerinte el is kicsi, menjen innen. Nem megyek. Odaadom. Maguknak meg ki kell megint fizetni. Mi ez a TNT? Kérem a pénz. Mit kell pénz? Ezzel arra utal, hogy robbantsuk fel magunkat? Nem. Ezt kaptam, hogy ezt hozzam. Aha. Ki. Igen. Igen. Jól van. Nézze, álljon ide és kifizetem. Nem. Álljon ide és kifizetem. Istenem. Akkor meg azt a fakját. Akkor jöjjön be. Álljon ide és kifizetem. Álljon ide és... Kis, de ne! Kis, ezzel minket ölsz meg! Nem hiszem el. Jó, nem a rendőröket. Nem kell rendőr. Nem kell a TNT-vel, meg a pufi hajjaival. Hát amúgy az kéne, de maga mégis ki... Maguké? Ki küldi ezeket a cuccokat? Mondja már el, ki küldi ezeket a cuccokat, de komolyan! Nem tudom. Mi az, hogy nem tudja? Van étterem hív, vagy ki kell hozzon ezeket? Jó, oké, mennyi lesz? Mennyi lesz? 10 arany? Igen. Jó, többet ne jöjjön vissza, bárki is rendel, bármit nem kérjük, oké? Na, kis azért, jó van, oké. Rendben, viszont. Ha már megvettük. Nagyon jó. Jó van, mindegy, hagyjad kis. Na, jó van, oké, szóval. Folytassuk akkor a dolgokat, tehát nem hiszem el, komolyan úgy van, dobáld oda szépen be azt annyi. Na, hagyjuk szépen, remélhetőleg nem fog visszajönni. Nem akarom őt többet. Na, mi az? Megszólok az Iron Golemnek.
Ja, hogy nem rossz ötlet amúgy, hogy ideállítani, vagy valami, azt ide jön ez a izé, akkor hagyjuk, hagyjon már minket békén, vagy valami. Menjél oda! Kis! Istenem, megüti az Iron Golemet. Hogy lehetsz ilyen buta? Miért üted meg szegény Iron Golemet? Szegény Iron Golem, akkor ezt belincsezett, majd nem meghaltam. Hát jó, nem kéne ütögetned az Iron Golemeket, látod? Na, húzza vissza a házba! Menjél vissza! Kis! Mi van az Iron Golem? Rossz kutya! Mindegy! Kellett itt izélned, erősködnöd, na. Szóval a tévézzünk tovább. Nem ilyen szűn is tévé, add vissza a tévémet! Nézd nagyobb tévé. Nem, nincs itt nagyobb tévé, na. Szépen, na, most hol van minden nagy kijelzős lett ez is, na. Nagy szóval... kijelző! Ezt nem hiszem el! Mi van? Ez van meg, ne. Ne szívass, hogy megint itt van. Jó napot! Hello! Ne, ne! Mit akarsz? Jó, mit akarsz? Mi az? Hívja, és megint kaptam a hívást, hogy ezt kell kihozom magam. Nem megmond... Méreg poti! Érted, méreg poti, ilyen élhatós! Várj, Dani! Na, kérdezz egy dolgot, csak egy nagyon-nagyon szimpla dolgot. Ön szerint ez pizza, akkor jó étvágy, megvesszük magát. Nem, én azt mondtam, hogy a pizzás étteremből kaptam, hogy ezt kell kihoznom. És maga kicsoda! Maga ki? Hadd beszéljünk a főnökével, jó? Hol van a főnöke? Beszélek vele! Komolyan mondom. Kirugatom, vagy valami? Na mi az? Na? Hát ez nagyon messze van az az étterem. Aha, jól van. Igen. Maga meg 20 másodpercenként idejön valami másik cucca, hogy kihozza nekünk, aztán kifizetteti velünk. Kis nyugi, azért ne öld meg, azért ne öld meg. Házőrző vagyok. Házőrző vagy, de nem gyilkosta. Gyere ide. Szépen, menjél befele. Jó, mennyi pénz lesz, és többet ne jöjjön, de semmiféleképpen jó. Hú, mi az, hogy 20 arany? Nagyon kis öld meg. Kis, edd meg. Kis, edd meg. Tied, jó, hami, nyami. Ez az. Mi az, hogy elveszi a kutyámat? Hát, maradtan ezt nem hiszem! Aj, kis, jó, állj meg, kis, állj meg, nehogy már elvegyenek tőlem! Kis, állj le! Nehogy már elvegyenek tőlem, hát hogyha megölsz egy random valakit, akkor... Nem fogja elveszni! Hát akkor elveszek nyilvánvalóan, hogyha csak úgy jössz, hát azért nem. De mi, hova vesznek? Hát mit tudom én, a sintér meg ilyenek, na, menjél befele! Jó, és még a végén még új gazdákhoz kerülsz, na. Ide figyeljé! Kapsz tőlem 10 aranyat maximum, jó? Többet biztos, hogy nem adok én ezért. 15, 1, 2, 3, 4, 5, tessék. Jó, és többet ide ne. Tehát jó, akármi is lesz, én nem akarlak itt állni, semmi nem kell, jó? Hát elbúszva. Jézusom. Ez akkora egy csaló amúgy. Nagyon csaló, de nem érdekel, dob bele. Nem kell, jó? Mi? Nem érdekel. Nem kell. Figyelj, van íjad? Vagy nyilad? Az nálad mindig szokott lenni. Mondjuk az, hogy nincs, de gyakorlatilag van. Jó, oké, adjál már cuccokat, adjál már valami izét, fegyvert, vagy valamit, azt a következő, amikor ide jön, fenyegessük már meg, hogy valami. De mit azt elvesznem? Hát, mit? Mire itt van? Jó, kit érdekel, hagyjál már, de úgyse fog elveszni, vagy elvenni. Szóval, ja. Jó, na, szóval valamit csináljunk már vele, mert még... Kis, menj már ki a pénzemből! Kis, húzás kifele. Kis. Na. Kis. Na, úgy, szóval. Na, legközelebb, figyel, itt van? Nem, azt hittem ma, hogy... Ott van az ablaknál! Ott van az ablaknál! Kapd el! Állj meg! Állj meg, ott vagy! Kezdeket fel! Igen, van nála, pajta! Állj, nagy dobba! Dobd el! Dobd el a baltádat! Dobd el a baltádat! Nem! Dobod el! Nem dobom el. Dobd már el! Most mi van veled? Most mi van veled? Nem tudom, megállt! Most nagyon megállt itt egy helybe. Hallod, dobd meg az baltádat! Nem! Dobd el! Mi az, hogy nem? Nem! Én dobjam el az íjamat? Tudjál már! Te vagy az, aki itt hozott! Jézusom, hogy felgyorsult! Na, dobd el a szabaltát! Megölünk! Nem! Na, utolsó esély! Dobd! Állj már meg! Akkor behívom a rendőrséget! Jó, nem, mert megölünk előtte, na? Mi az? Mi az? Hát akkor nem én leszek bajba, hanem magunk. Valóban? Ki fogja szerinted megtudni, ha? Hát az egész falu! Aha, igen, na jól van, oké, utolsó esélyet, hogy eldobd a baltát, és végre beszélgessünk egyet, na? És visszaad az összes aranyat! Így van, az a másik nem. Amúgy. Na, az dob már el! Nálam? Istenem, hát elegem van. Te nincs nálad! Korcsot! Milyen korcsot? Te meg állj már le! Kis, elegem van ebből. Elegem van ebből. Várjál, nem hallottam, amit mondott. Istenem. Állj már meg! Nem menekülj meg tovább! Megállok! Végre! Hú, hálulja! Istenem, na. Dobd el! Úgy van, eldobd a baltát. Várjál, mi az? Valósia.
Na, jaj, jaj, jaj. Gyerünk be házba! A házunkba befele! A házunkba befele! A házunkba befele! Merre van a házunk? Arra van! Hát hol van? Te is tudod, ide jöttél vagy négyszer! Hát amúgy az a másik, szóval, ja. Gyerünk, amúgy várjál, mert melyik a mi házunk? Ez a mi házunk. Erre van. Nem. Arra van? Gyere, kövessél minket! Erre van. Ennyire eljöttünk? Ha? Jézusom, tényleg itt van. Látom, na gyere! Gyere, gyere, most azonnal bejössz, és elmondod, hogy kinek dolgozok. Na, jó? Így van. Szóval, kellene. Ide, csak itt time, tudom mit, gyere ide. Álljál meg. Vaj, nézd, oda lefele, nézd oda, de oda menjél. Oda, guggoljál, oda menjél le, és úgy bent vagy, ha! Na, de. Jó, így jobb. Nem, de úgy. Nem kapok levegőt. Nem, jól van, oké, és na, menj a pénzemtől el. Menj a pénzemtől el. Nem. Na, szépen mondd, hogy kinek dolgozol és miért vagy itt? Most azonnal. No, küldet, hogy jöjjelek meg titeket azzal, hogy adok nektek ilyen cuccokat. No, most ez no, komoly? Oké? Okay? Ez most komoly? Igen. Kis, van nálad obszidián vagy valami? Obszidián van. Na oké, okay, jól van. Akkor szerintem itt az idő, hogy gyere szépen, na, állj meg ott szépen! Állj meg ott szépen! Állj meg ott szépen! Na, állj meg ott! Várjál, ő elárul tanult. Elárul? Hát kit érdekel? Hát meg akart minket ölni. Zárd be! Zárd be! Gyerünk! Gyors! Zárd be! Zárd be! Zárd be! Úgy! Oké, okay, dob ki! Kösz! Na, ne, hát ne, köszi! Jaj, Istenem. Hát srácok, kiderült, hogy null volt az, aki eléggé durván meg akart minket ölni. Hát a következő videóban mindenféleképpen el kell hozzá látogatnunk, hogy valahogy megöljük, vagy valamit csináljunk vele. Mert ez nem normális, hogy folyton próbál minket megölni, meg ilyenek. Szóval ja, tágzolja közelebb srácok, én köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és hát ja, ennyi igazából. Sziasztok!